Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják, és stúdiónk vendége Boldog István országgyűlési képviselő. Köszöntöm Önt, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kezdjük nagy tisztelettel köszöntöm Önt is, és a televízió nézőket is. Április 6-án tartották meg az országgyűlési választást, és az elmúlt évek hosszú és nagy munkájának eredményeként a 4. számú választókerületben Ön nyert. Hogyan értékelni a kampányidőszakot? Hát először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki megtisztelte azzal a választásokat, a magyar embereket, hogy elment és szavazatával támogatta ezt a demokratikus választást. És természetesen külön szeretném megköszönni azoknak, akik rám, illetve a Fidesz Magyar Polgári Párt és a KDNP pártcsaládra szavaztak, és ezzel biztosították azt, hogy a parlamentben mi legyünk a legnagyobb parlamenti párt, sőt, újra kétharmados többségünk van a parlamentben. Ennek köszönhetően továbbra is tudunk dolgozni azért, hogy a magyar emberek jobban éljenek Magyarországon. Mi történt a választás óta ebben a 3 hónapban, ugyanis megalakult a parlament, valamint június 6-án megalakult a kormány is? Hát ebben a 3 hónapban gyakorlatilag kialakult az a struktúra, ahogyan dolgozni fogunk, fölállt az új kormány, fölállt a parlament, én magam a Költségvetési Bizottságban fogok dolgozni a következő hónapokban, években, ami egy nagyon fontos bizottság, hiszen ebben van az ország költségvetése, az önkormányzatok költségvetése, a fejlesztési pénzekről fogunk tárgyalni, tehát egy igen fontos bizottságba sikerült bekerülnöm, hogy minél többet tudjak tenni a választópolgárokért, különösképpen természetesen ennek a körzetnek a polgáraiért. Eddig milyen fontos döntéseket sikerült meghozni ebben a 3 hónapban? Hát nagyon sok döntésünk volt, talán a legfontosabb döntés a rezsicsökkentés folytatása, amely most abban nyilvánul meg, hogy olyan rendeleteket módosítottunk, amivel a lakosságnak az életét könnyítjük meg. Tehát most nem számszerűleg csökkentettük a rezsit, hanem fogyasztóvédelmi szabályokat változtattunk meg, hogy a lakos jobban tudja képviselni az érdekeit a nagyszolgáltatókkal szemben, de természetesen százalékosan is csökkenni fog például a villamos energia ára szeptembertől, illetve a távhőára októbertől, illetve ami az utolsó nap egyik nagyon fontos döntése volt, miután a kúria meghozta a döntését a devizahitellel kapcsolatosan, és végre a magyar emberek oldalára állt a magyar bíróság, így mi is meghoztuk azt az első törvényt, amellyel az emberek zsebébe a jogtalanul elvett pénz egy részét vissza tudjuk juttatni, és folyik a kidolgozása annak a törvénynek, amellyel gyakorlatilag tovább fogjuk segíteni a devizahiteleseket és a nem devizahiteleseket, hiszen ez a már a most elfogadott törvény is pontosan megmondja azt, hogy nem csak devizahitelesekkel szemben járt el jogtalanul a bank, hanem bizony forinthitelesekkel szemben is eljárhatott jogtalanul, és ha ilyen történt, akkor a forinthitelesekeket is kártalanítani kell, és dolgozunk azon, mondom, hogy a devizahiteleket év végére forintosítsuk, és forinthitelekkel alakítsuk át. Ha rátérünk a választókerület életére, mik a célok a közeljövőre, ugyanis a választások előtt több beruházás elindult a térségben, hogyan állnak ezek a fejlesztések jelenleg? Hát nagyon sok beruházás indult el a választások előtt, illetve az elmúlt 4 évben. Nagyon sokat sikerült menet közben befejezni, és nagyon sok olyan van, ami még folyamatban van. Mondhatnám itt, hogy elindult ugye Mezőtúron, hogy csak itt említsek, az új egészségháznak és mentőállomásnak a fejlesztése, ez folyamatban van, de folyamatban van a városközpont rehabilitációs pályázat, amiben ugye új medence épül, városközpont megújítás készül, tehát ez is folyamatban van. Kicsit elhúzódott a közbeszerzés ennél a pályázatnál, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül ez is sikeresen fog megvalósulni. Természetesen nagyon sok olyan vállalkozói pályázat volt, akik kormányzati támogatást kaptak. Itt most egy nagyot emelnék ki, mondjuk a Rafit, ami már elkészült. Ugye a Rafi új üzemcsarnokának az átadása, ahol a miniszterelnök úr is részt vett. Természetesen ilyen vállalkozó támogatás sok volt Mezőtúron és a környéken is, és abban bízom, hogy a következő időszakban még több ilyen lesz, hiszen a nagy cégek, illetve ennél is fontosabb, hogy a kis és közepes vállalkozások minél több pályázatot nyújtsanak be.
minél több támogatást tudjanak megszerezni, és minél több embert tudjanak ezáltal foglalkoztatni. A Mezőtúr és Tiszafoltvár közötti útszakasz felújításával kapcsolatosan jelenleg mit tudhatunk? A Mezőtúr és Tiszaföldvár útfelújításának két szakasz elkészült. Maradt egy 9 kilométeres szakasz, ami befejezése vár. Bizakodó vagyok, hogy az idei esztendőben folytatni tudjuk ennek az útnak a megújítását. Erre vonatkozóan hétfőn is tárgyalásokat folytattam Budapesten a miniszterelnök hivatalban. Most áll fel, illetve most elsőjétől állt fel az új államtitkár, aki a közutakkal foglalkozik, és bizakodó vagyok, hogy hamarosan olyan döntések fognak születni, amelyek nem csak a Mezőtúr Tiszaföldön, hanem más utak megújítására is forrásokat fognak biztosítani. Az elmúlt 4 évben a közbiztonság javításán is nagyon sokat dolgoztak. Erről jelenleg mit lehet tudni? Hát folyamatosan dolgozunk azon, hogy a közbiztonságot javítsuk. Ugye a készenléti rendőrök talán még most is itt vannak, de nem régebben még itt voltak. Hogy csak mondjam, hogy például az Alföldi Betyár Ételfőző Fesztivál 3 napján is szolgáltat teljesít értek nálunk is, de folyamatosan itt vannak a térségben. A lovas rendőrség 2 körzetben jelen van, és én bízom benne, hogy még több körzetben a mi település körzeteink közül jelen tud lenni, hiszen ott van Törökszemiklós környékén és a Tiszazugban. Bízom benne, hogy Mezőtúr 2 Pómezőjék Mesterszás körzetébe is fognak jönni lovas rendőrök, illetve nagyon szeretném, hogyha a rendőrség állományát tovább tudnánk emelni, a technikai eszközeit tovább emelni, és még abban is bízom, hogy ebben a 4 évben sikerül elérni azt, hogy állandó kutyás járőrszolgálat is érkezzék a térségbe, hiszen az is egy nagyon fontos része a közbiztonságnak, az ő védelmük. Plusz térmegfigyelő kamerák elhelyezésekre került sor Mezőtúron is, több kis településen is, most volt egy pályázat, amiben szintén egy térségbeli település, Cibakháza tudott pénzt nyerni. Abban bízom, hogy a következő időszakban még több ilyen pályázat lesz, és akkor minden település, aki szeretne, az tud ilyen térmegfigyelő kamerákat kihelyezni, ami javítja természetesen a közbiztonságot. Szóba került a Betyár Ételfőző Fesztivál, amelyet idén is megrendeztek. Ezt hogyan lehetne értékelni? Hát először is szeretném megköszönni mindenkinek, hogy eljött, részt vett a fesztiválon. Külön szeretném megköszönni a támogatóknak, akik nagyon sokan voltak, és természetesen azoknak, akik a fesztiválon dolgoztak, részt vettek a szervezésben, részt vettek abban, hogy ott mindenki jól érezhesse magát, azoknak is nagyon szeretném megköszönni. Azt gondolom, hogy a 9. fesztivál folytatta azt a hagyományt, amit az első óta folyamatosan fennáll, hogy még színvonalasabb volt, még több ember volt rá kíváncsi, és még többen érezték magukat jól nálunk ebben a 3 napban. Fontosnak tartom, hogy a 3 nap gyakorlatilag problémamentesen le tudott zajlani, és hagyományainkhoz híven talán elmondhatjuk, hogy köszönjük a jó Istennek, hogy a időjárást most is úgy alakította, hogy nem esett ebben a 3 napban az eső, és nyugodtan tudott mindenki szórakozni nálunk. Ha visszatekintünk az elmúlt ciklusra, akkor sikerült új munkahelyeket teremteni, valamint egészségügyi intézmények, óvodák, iskolák és településközpontok is megszépültek. Viszont, hogyha a jövőre tekintünk, akkor mik a rövid és a hosszú távú célok, és a 2014-2020-as fejlesztési tervekről mit tudhatunk, és a megvalósításukra milyen lehetőséget lát ön? Természetesen most az önkormányzati választások közeletével én azt gondolom, hogy először is nagyon fontos cél, hogy mindenhol olyan településvezetőket válasszanak az emberek, akik a településüket fejleszteni akarják, akik munkahelyeket akarnak teremteni, akik az emberek jólétéért küzdenek. Én abban bízom, hogy minél több településen az általam is és a Fidesz által is támogatott településvezetőket választanak, így Mezőtúron például Herceg Zsolt polgármester urat és a fideszes képviselőket, hiszen fontos az, hogy valamilyen szinten a kormányzat és az önkormányzatok egy hullámhosszon legyenek, hogy úgy mondjam, és a fejlesztési célok tekintetében egyetértsenek. És ez az elmúlt időszakban is így volt, az elmúlt 4 évben is így volt a Mezőtúr tekintetében, és én abban bízom, hogy ez így lesz a következő időszakban is. Nagyon sok olyan fejlesztési lehetőség lesz, bocsánat, ami a mezőtúrok életét is jobbá teheti. Én, amit nagyon szeretnék elérni a következő 4 év során, ezt a kampányban is többször elmondtam, hogy 4 év múlva mindenki elmondhassa ebben a körzetben, az egész országban, hogy jobban él, mint 4 évvel ezelőtt. Én azt gondolom, hogy e felé, a cél felé haladunk,
egyre több munkahelyet teremtünk, egyre kevesebb a munkanélküli, egyre többen vesznek részt aktívan a start munkában. A start munka egyre jobban átalakul olyan értékteremtő munkává, ami már nem csak arról szól, hogy szépé tesszük a köztereket, hanem kertészet van, van ahol tehenészet van, valamilyen nemű üzemet üzemeltetnek a startmunkások, tehát komoly értéket állítanak elő, ez is egy fontos része, és ezek közül a startmunkások közül nagyon sokan kapcsolódnak be a versenyszféra munkájába, csak mondjak gyorsan egy kétpolyi példát, nálunk a startmunkások közül a 10 legjobbat már fölvette egy helyi cég, és jelenleg az építőiparban dolgoznak. Tehát ez az út, az a fontos, hogy minél több embernek munkát tudjunk biztosítani, minél többen vegyék ki részüket az adófizetésből, mert az biztosíthatja azt, hogy jobban fog fejlődni a gazdaság. És ha a gazdaság jobban fejlődik, és észszerűen tudjuk felhasználni az Európai Uniós pénzeket, ahogy azt szeretnénk, hogy a 60%-át gazdaságfejlesztésre költsük, akkor biztos vagyok benne, hogy azt a célt, amit én kitűztem magam elé, hogy mindenki elmondhassa magára, hogy jobban ezt el tudjuk érni. Ugye a 2014-20-as Európai Uniós időszakban óriási összeg áll rendelkezésére az országnak ahhoz, hogy fejlesztéseket hajtson végre. Erre elkészültek a térségbeli programok is, a mezőtúri programok is. Én bizakodó vagyok, jelenleg is zajlik egy felmérés a kollégáimmal, hogy például a vidékfejlesztési úgynevezett LEADER programokba ki milyen fejlesztést szeretne végrehajtani. Megmondom őszintén, hogy annak vagyok a támogatója, amit Lázár János miniszter úr is kifejtett, hogy minél kevesebb pénzt költsünk olyan dolgokra, amik nem munkahelyet teremtenek, és minél több pénzt költsünk arra, hogy például kisüzemeket, munkahelyeket hozzunk létre. Hiszen a kis és közepes vállalkozások adják Magyarországon a dolgozó emberek nagy létszámát. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a nagy üzemeket, mint például Kecskeméten Mercedes nem kell támogatni, hiszen ezek azok az üzemek, amelyek nagy tömegben komoly gyártást hajtanak végre, és nagy tömeget foglalkoztatnak, de a kis és középvállalkozások azok, akik bedolgoznak ezekbe az üzemekbe, különböző alkatrészeket gyártanak, és minél több kis és közepes vállalkozást tudunk bekapcsolni abba a rendszerbe, hogy egy Mercedeshez, egy Audihoz, vagy bármilyen más nagy multihoz bedolgozom, annál több embernek tudunk munkát biztosítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt az arányt meg kell tartsuk, hogy vannak nagy üzemek, és kellenek nagyon-nagyon sok számban a kis és közepes vállalkozások. Szóba került Kétpoly is, és bejelentette, hogy nem indul polgármesternek. Önt hogyan érintette ezt a döntés, és Kétpolyon hogyan fogadták ezt? Hát az az igazság, hogy természetesen 20 év után az ember nehéz szívvel hozza meg azt a döntést, hogy nem szeretné folytatni azt a munkát, amit eddig végzett. De miután a törvény kizárja azt, hogy valaki országgyűlési képviselő is legyen és polgármester is, így miután a választók biztosítottak a bizalmukról nagyon nagy többséggel, és azt szerették volna a körzetben, hogy én országgyűlési képviselőként dolgozzak, ezért a polgármesterséget októbertől nem folytathatom. Gyakorlatilag a döntést a választók hozták meg helyettem, hiszen hogyha októberben nem támogattak volna, akkor nyilván indultam volna a polgármesternek, de mivel országgyűlési képviselő választottak, így a polgármesterségről már meghozták helyettem a döntést. Abban bízom, hogy Kétpolyi község lakosai azt a jelöltet fogják támogatni, aki úgy gondolom, hogy tovább tudja folytatni az én segítségemmel azt a munkát, amit az elmúlt 20 évben folytattunk, hiszen mi 20 év óta együtt dolgozunk az alpolgármester úrral, és alpolgármester úr egy fideszesek által támogatott képviselőtestülettel, tehát fideszes képviselőkkel tovább tudja vinni azt a munkát, amit 20 éve folytatunk, és tovább tudja fejleszteni a települést. Ez nagyon fontos számomra. Biztos, hogy sok energiát fog elvenni tőlem az, hogy otthon megértessem az emberekkel, hogy én nem indulhatok, és de itt van helyettem az alpolgármester, és itt vannak a fideszes képviselők, akik azt akarják, hogy ugyanúgy fejlődjünk, és természetesen ők azok, akiknek én is tudok segíteni abban, hogy tényleg úgy zajlik, úgy menjen tovább ez a fejlődés, ahogy eddig is folytattuk, hiszen jelenleg is komoly beruházások folynak a településen, és még nagyon-nagyon sok tervünk van arra, hogy kéne tovább fejleszteni Kétpolyt, hogyan kellene ott is, mint a körzet egészében jobbá tenni a magyar emberek életét.
majd meglátjuk, itt nyilván a választók bölcsességére kell bízni. Nehéz ez, ahogy közeledünk hozzá, mindig eszembe jut, hogy holnap már nem mehetek be abba az irodába, holnap már nem kell ezt vagy azt megcsinálják a településen. Nyilván a családom bizonyos részről örül is, hiszen teljesen természetes, hogy akkor talán többet tudok tölteni a családdal, de a másik oldalról pedig mondom, 20 év munkáját abba hagyni, az nagyon nehéz. Aki elkötelezetten dolgozik egy közösségért, az, amikor azt abba kell hagyni, az nem egyszerű. És én azt gondolom, hogy még nem értem el azt a pontot, amikor majd ez a legjobban fog fájni, vagy a legnehezebb lesz, mert most még mindig benne vagyunk olyan munkákban, amik elveszik erről a figyelmet. Szerintem az a pont, amikor majd igazán átérzem azt, hogy milyen már nem polgármesternek lenni, talán a választások éjszakája, vagy rá 2-3 hétre, amikor már nem lesz rá szükség, hogy én menjek, megnézzem, hogy a start munkában hogy halad a munka, hogy valamelyik beruházás hogyan működik. Tehát igazából akkor jut el odáig az ember, gondolom. Addig a napi feladatok elveszik erről a fényt, a lehetőséget, hogy erről gondolkodjunk. Mint ahogyan említette, a képói fejlesztések és a beruházások folytatódnak. Mit tudhatunk a jelenlegi helyzetről? Nemrégiben adták át a műfüves focipályát is. Műszaki átadás megvolt, és az ünnepélyes átadás az vasárnap lesz délelőtt 11 órakor egy nagyon neves csapatokkal, hogy úgy mondjam. Mind a három futballcsapat, amelyikben én játszom, részt vesz ezen a átadáson, hiszen a magyar polgármester válogatott, a magyar országgyűlés válogatottja és a helyi öreg fiúk fog megmérkőzni egymással délelőtt 11 órától az átadó ünnepség után. Bízom benne, hogy aki oda eljön, az jól fogja érezni magát, és hát tényleg meg fogja látni, hogy egy olyan szép és korszerű létesítményt adunk át a helyieknek, amely a idősebbek és a legfiatalabbak sportolási lehetőségeit is jól fogják szolgálni, és abban is bízom, hogy sok fiatal fog kijárni majd és igénybe venni az ott lévő pályát, és még többen szeretik meg a labdarúgást ezáltal. Ebben bízom, úgyhogy hát nagy szeretettel látunk mindenkit vasárnap. Emellett milyen beruházásokat, fejlesztéseket lehetne még kiemelni képpón? Ja, bocsánat, és azt elfelejtettem mondani, hogy Buzánszky Jenő bácsi lesz az, aki felavatja ezt a pályát, aki ugye a Magyar Aranycsapatnak a most már egyetlen, sajnos egyetlen élő tagja. Ő az, aki a pályát felavatja és a kezdőrugást elvégzi legelőször, tehát aki találkozni akar vele, az itt fog tudni találkozni. Jelenleg zajlik a piac csarnok és a piactér kialakítása, jól haladnak a munkák, épül a Nemzeti Emlékpark, ott ugye elkészült a hétvezér sétány már az Alföldi Betyárítefőző Fesztiválra, gyakorlatilag ennek a folytatása a Nagy Magyarország sétány megépítése fog következni, a jövő héten, ha minden igaz, akkor már neki látnak és ezzel folytatják. A járda felújításokat folytatjuk, most a következő ilyen járda, aminek a felújítása folyik, az majd az Almási téri járda lesz, illetve játszóteret építünk a művelődési háznál, ezek a nagyobb beruházások, és hát természetesen a start munkában mindig van apróbb-cseprőbb beruházási igény, hogy az a munka, amit ott az emberek elvégeznek, az jól tudjon működni. Fontos szerintem még megemlítenünk a közterületi fogadóórákat, hiszen már hagyománnyá vált, hogy tart fogadóórát napi-heti rendszerességgel, folytatódik ez tovább? Természetesen a mindennapos fogadóóra ugyanúgy folytatódik, hogy eddig volt. Két új kollégám van, Fehér Petrának és László Ágnesnek hívják az új kollégáimat, hiszen a Bors Imre és a Szűcs Dániel azok az Európa-parlamenti választások után befejezték úgymond a munkát nálam, mind a ketten úgy gondolták, hogy az elmúlt két év, másfél év munkája az elég terhet rót rájuk ahhoz, hogy most már más területre menjenek dolgozni, és kipihenjék egy kicsit magukat. Úgyhogy két fiatal hölgyel dolgozom együtt. Teljes mértékig ugyanazok az elérhetőségünk, amik voltak, tehát a Facebook oldalamra is lehet írni, az internetes elérhetőségünk a boldog.istvan.fogadorakukac@gmail.com megmaradt, ugyanaz a telefonos elérhetőségünk, és természetesen a polgármesteri hivatalban, a polgármester úr titkárnőjénél is lehet jelezni továbbra is, hogy valaki találkozni akar velünk. Ez a mindennapos fogadóra, a közterületi fogadóra pedig a minden hónap harmadik vasárnapján természetesen ott vagyunk a piacon, polgármester úrral, a helyi képviselőkkel, és várjuk az érdeklődőket.
én nyilván piacra ezen kívül is járok, de fogadóra szinten természetesen ekkor vagyok ott, de bármikor bárki hozzám akar fordulni, az nagy szeretettel és teljes segítőkészséggel várom. Azt gondolom, hogy a fogadóórás telefonszámon kívül szinte már az egész körzet ismeri a rendes magántelefonszámomat is, tehát nyugodtan hívjanak, ha tudok, akkor természetesen próbálok segíteni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A jövő hónapban ismételten találkozhatunk Önnel a Túri Objektív című műsorunkban, és további sok sikert és jó munkát kívánunk Önnek. Én is köszönöm szépen a meghívást, és Önnek is és a televízió nézőknek is nagyon szép nyarat, jó nyaralást, jó pihenést kívánok. Kérem, hogy vigyázzanak magukra, mert a nyár, a felszabadultság, a szabadság az mindig egy kicsit bátrabbá tesz bennünket, akár az utakon, akár a vízpartokon, tehát mindenkinek jó nyaralást, jó pihenést, jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Önök a Túri Objektív című műsorunkat láthatták. Viszontlátásra!